Vasárnap délelőtt ünnepélyes tisztségek között rendezték meg a Nemzeti Lovardában az Országos Lovastorna Bajnokságot, amelynek mezőnye egy kicsivel kisebbre sikeredett, mint eredetileg tervezték. Tehát ember tervez, Isten végez. Lóinfluenza miatt három vidéki csapat nem tudott megérkezni a bajnokságra. Így 5 lóval 16 egyén induló és 2 csapat vetélkedett. A küzdelem színvonala azonban önmagáért beszél. Itt kezdjük talán mindjárt a legifjabbakkal, az egyén indulók közül a legfiatalabb fiatalemberrel, Fernandez Gáborral, az Ása versenyzőjével, aki mindössze 12 éves, és nézzék, hogyan állja meg a lovat. A lovastorna egyébként meglehetősen hősi sportág. Hamarabb volt, mint a tornaló. Itt a másik fiatalember egy évvel idősebb, mint Fernandez Gabi, Horváth Csongor, a budapesti lovastorna versenyzője ő. Az a gyakorlata végét figyeljék. És aztán lássuk most a lányok közül néhányat, mert a fiúk lányok együtt egy mezőnyben indultak, természetesen külön értékelték a teljesítményeket. Kocsi Zsuzsanna, a budapesti lovasklub versenyzője a lovon. Ő pedig már Tarpataki Orsolya, az Ása versenyzője. A gyakorlat kicsi lírai, de nagyon szép. De hallgassuk mindenről Tatárné dr. Lavrenc Esztert, a szövetségi kapitány. Pozitívan tudom értékelni, hála Istennek, ezt az évünket, mert az idei hágai Európa-bajnokságon 2/4 helyen jöttünk haza. Nagyon sikeres világkupa versenyünk volt a tavasszal Kaposváron. A Lovas Akadémia rendezte, a legnagyobb nemzetközi elismerést vittük itt. Nagyon sokat fejlődött általában az összes versenyző. Igaz, hogy nagyon sokat tudtunk idén külföldi versenyre menni, és ez nagyon lényeges. Ott az ember látja, hogy hová kell eljutni, és azt igyekszik itthon megvalósítani. Az egyéni versenyzők, akik most jelenleg itt részt vettek, még talán a vége felé végzett versenyzők is színvonalban a tavalyihoz és a tavaly előttihez képest nagyon sokat fejlődtek. Bizony, egyetérthetünk a szövetségi kapitánnyal, miközben Gulcsár Judit gyakorlatát láttuk, és most pedig már Török Barbarát látjuk gyakorlata közben. Gulcsár Judit a verseny 4., Török pedig a verseny 3. helyezettje. Sporttársa, versenytársa pedig Zeus, hogy a lovakról is ejtsünk egy-egy szót. Szerintem nem mindegy, hogy a ló milyen ütemben vágtázik, és mennyire egyenletesen vágtázik. A versenyzőnek a ló ütemét kell átvennie. Itt ismét a fiúk közül látunk most egy kitűnő versenyző, Tóth Balázs, a budapesti lovasklub versenyzője. A férfiak bajnokságának a 4. helyezettje. Thank you.
a leugrás nem sikerült tökéletesen, de a gyakorlat nagyon szép volt. És most akkor nézzük Tasnádi Gábor, ugyancsak a Budapesti Lovas Klubból. Azt nem mutatjuk, hogy kóla nyergében, mert gyerekről szó nincs, hanem kápa van. Ő a férfi bajnokság harmadik helyezettje, és most lássunk egy nagyon csinos kislány, hölgyet. Tüzes orsolya. A női bajnokság ezüstérmese. Az ása az állatokosságnál egyetlen sportklubjának a versenyzője. Ezt a gyakorlatot nehéz volt fölülmúlni, de Csuti Katalinnak, a Budapesti Lovasklub versenyzőnek mégis sikerült. Lássuk most őt. Ez volt tehát a bajnokságot érő gyakorlat a lányoknál. Ez pedig az ezüstérmes férfi bajnoki gyakorlat. Geded András mutatja be a Budapesti Lovasklub. Erős, létikus. Ez a gyakorlat méltán érdemelt ezüstérmet, de ezután következett az egész nap igazi fénypontja, Tarpataki Tamás, akiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy egy külön klasszist képvisel a magyar mezőnyben, mi pedig a világ klasszist. Edzője ugyanaz a dr. Lassó Attila, aki a női bajnok Csuti Katalin is. Azt, hogy mit csinál, azt mondja el talán ő maga. Az elején van egy félkezes várfogés befelugrás, ez originál elem, utána egy kívülről felugrás a nyakára, onnan visszamegyek a hátára, akkor jön egy kézenállás, amiből sajnos ma nem sikerült, tovább folytatom egy szintén remek gyakorlattal, de ettől még megy tovább a kül. Egy állós párját csinálok, egy keresztbeállást a kulekben, utána egy hátára várfogésbe felugrás, abból jön egy lendületen egy fordulás,
és aztán az utolsó két gyakorlat egy alkarállás és egy oldalállás, és szaltóval jövök le. Hát két célom, két álmom van mondjuk inkább úgy. Az egyik egy világkupa győzelem, a másik pedig egy érem. Európa vagy világbajnokságon. A világkupa győzelemhez most hála Istennek elég közel állok. Még van két forduló, kedden utazom. Nagyon, nagyon remélem, hogy sikerül. Reménykedjünk és szurkoljunk Tarpataki Tamásnak. És most nézzük a bajnok csapatot. A bajnok csapatot, amely szenzációs teljesítménnyel mutatkozott be itt a bajnoki döntőben. Ezt a csapatot egyébként Tatár András, magyar bajnok készítette föl az Európa-bajnokságra is. Mennyire nehéz egy ilyen csapatot így összehozni? Nagyon nehéz, össze kell hozni a lovat a gyerekekkel. Utána itt nagyon fontos, hogy bizonyos korhatárok között mozog csak a csapat, tehát 18 éves korra kiöregednek a csapatból, és szükség van idősebb és erősebb versenyzőkre is, hogy ezeket a szép gyakorlatokat meg tudjuk csinálni, éppen ezért a naptárral is kell egy kicsit harcolni, és mellette nagyon sok munka felkészülés. De bármennyi munka legyen is benne, megérte a budapesti lovasklub csapata, tehát a bajnok csapat. Thank you.